Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, és külön köszöntöm a sportrajongókat. Nem titkoltan, azzal a szándékkal hívtuk meg Bauer Tibor kollégámmal együtt a mai vendégemet, hogy egy kicsit révedezünk a múltba, ha úgy tetszik, és egy olyan embert mutassunk be önöknek, aki legenda. Legenda Székesfehérváron választott sportágában, legenda emberi tartása eredményei okán. Ő az az ember, akinél a tehetség és a szorgalom kézenfogva járt, és sok-sok munka után nagyon sok dicsőséget szerzett a királyi városnak. Ő pedig nem más, mint Boros Pál kerékpáros. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz. Szervusz. Nagyon jó itt lenni veletek, hiszen azért tudjuk, hogy Székesfehérvár sportváros is. Számtalan legendával találkoztunk az elmúlt időszakban, hiszen fontosak ők nekünk. Fontosak azért, mert megmutatták, hogy ha valaki odafigyel a saját sportágára, akkor mi minden érhető el. Tehetséggel és szorgalommal, ahogy a bevezetőben is mondtam. Nos, hát ugye azt tudnunk kell, hogy a II. Világháború után 3 kerékpáros szakosztály is volt Székesfehérváron. Ezek remek dolgok voltak, aztán 1962-ben, amikor te 15 esztendős voltál, már csak egy maradt, a régi VT, tehát vadásztörténgyári vasas. No, de azt nagyon is jól tudjuk, hogy általában azért kerékpározni szokott a fiatal. De hogy nőttél fel te, és hogy maradt meg, hogy jött úgy a kerékpár, hogy azt szinte hivatásszerűen, versenyszerűen kezdted űzni? Hát nekem volt egy érdeklődésem a technikai sportok iránt. És ugye a kerékpár az már önmagában is, elmegy az ember kerékpározni, nagyon jó érzés. Szabaddá teszi az embert, pláne ha még versenyezni is lehet, ahol az ember megmutathatja azt, hogy ennél több is van benne. Mikor volt az, amikor még csak biciklisztél? Igazából 61, és még 62 is. De sokat akkor is élveztem. Melyik volt az első biciklid? Egy, akkor úgy hívták, hogy szovjet fecske. Az édesapám vette. Az első dolog volt, hogy leszettem a sárvédőket, lehajlítottam a kormányt, és beleképzeltem magamat abba, hogy én egy profi versenyző vagyok. Az lettél később. Mennyit kellett biciklizned egy nap ahhoz, hogy valóban megérj arra, hogy hosszabb távon is, hogy meglássák benned a tehetséget, és egyáltalán elhivatottságot érez, mert azért valljuk meg, hogy a kerékpár sport az nem volt olyan nagyon-nagyon népszerű akkoriban. Hát az első kérdés, hogy mennyit kellett bicikliznem, az első versenyek mutatták meg nekem, hogy ebben nagyon sok munkát kell belefektetni. Mert akkor éreztük meg, hogy milyen lemaradásban vagyunk, és szorgalmasan elkezdtünk tréningezni. Ugye mindig voltak csapattársaim, és egyszer csak azt vettem észre, hogy kezd a befektetett munka megtérülni. Aztán, ahogy haladtunk előre a versenyszezonba, láttam, hogy egy olyan szintet értem el, ahol a versenyzőtársaim kezdtek rám felfigyelni. És ezt az utat követve aztán ez inspirált napról napra, és hát ugye először, mint serdülő versenyző, aztán, mint ifjúsági később, és amikor elértük a 16-17 éves kort, akkor már osztálybesorolások voltak, első osztályú, másodosztályú, harmadosztályú, és ezeket a lépcsőket is szintidőkhöz voltak kötve, meg kellett tenni. Ugye hát az embernek azért volt egy órája, és addig mentünk a saját fejünk után. Jól elfáradtunk. Igen, azt akartam kérdezni, hogy ki volt a mestered. De nyilván kellett azért, aki rendszert ad ennek a sportnak, de emellett azért én azt gondolom, hogy nem kellett félteni benneteket, hiszen éjjel-nappal kerékpároztatok. Ez az utóbbi volt a lényeg. A Tóth Laci bácsit meg kell említenem, aki az edzőn volt, és szakosztályvezető is egybe, még a Berényi úton. Volt egy kicsi kis műhelyünk, és ott is öltöztünk.
és ő intézte az egyéb dolgokat, a versenyeket, az utazást, de valójában mi saját magunktól voltunk űzve, hajtva, hogy a sikereket elérjük. Voltak példaképeitek? Voltak, hogy nem. Hiszen ha kitekintünk, akkor azért a kerékpáros világ, és itt szándékosan a világot mondom, tehát a Tour de France-ról bármilyen világot éltünk, a Giro-ról szinte bizonyosan beszámoltak az akkori lapok is, tehát lehetett kihez hasonlítani magatokat. Volt, akire szerettetek volna hasonlítani? Igen, ugye nekem több is volt, ahogy a sportágban haladtam előre, és ahogy a profi versenyzők is jöttek újabbak. Mindegyikre felnéztem, de ugyanakkor a magyar élmezőnyben lévő versenyzőkre is felnéztem, mert nagyon komolyak voltak. Tehát ők is a maguk lehetőségeihez képest nagyon messzire jutottak el, és nekem ők is példaképeim voltak. Igen, az a szocializmus kellős közepén éltünk, de a békeversenyek óriási népszerűségnek örventek, illetve a szomszédos országokban hatalmas nagy versenyek voltak. Én onnan tudom, hogy ez így van, mert én is voltam egy békeversenyen. No, tehát 16 esztendős voltál, kezemben van egy újságcikk, ezt megmutatom a kamerának, bemutatjuk Boros Pát címmel, ahol azt mondja, áldott emlékű Csiszár Guszti bácsi, Csiszár Istvánnak írják le nevét, csak azért mondom, mint Guszti bácsi volt. Guszti bácsi volt ő mindenkinek, mert nekem is mentorom volt labdarúgóként. Pali példamutató, igazi sportember, akinek akaratereje, szerénysége és klubhűsége, a bizony sok-sok nehézség és hátrányos körülmények ellenére nagyon szép eredményekhez vezet majd. Így is történt. Guszti bácsi nem csak remek sportszakember volt, hanem jósnak sem utolsó. Nem volt rossz. Tehát 63-ban voltál 16 esztendős, és szép reményű fiatal tehetségnek könyveltek el. Ez viszont rendkívüli felelősséggel járt. Hogy sikerült folyamatosan fejlődnöd, hogy aztán később valóban a magyar élvonalban tudj szerepelni? Azt kell, hogy mondjam, hogy akkor már Videoton, ha jól emlékszem, a sportklubnak azért sokat köszönhetünk, mi kerékpárosok is, mert megteremtették az anyagi feltételeket ahhoz, hogy tudjunk versenyekre járni. Nem volt egyszerű, ugye amikor Budapesten volt verseny, csak egy kis epizód, ha szabad elmondanom, 5 órakor indult a vonat, és mi 4 órakor már csettegtünk a stoplis cipőbe le, az Öreghegyről a vasútállomásra, előző nap feladtuk a bicikliket, utána ugye Kelenföldön leszálltunk reggel 8-kor, a vonaton megettük a szendvicset, kibicikliztünk a versenystart helyére, ami 20-30 kilométerre volt sokszor, és utána kezdett élesbe a verseny. Hát igen, ezt ma már azt hiszem, hogy nem tudná elképzelni senki ebben a világban. Fiataloknak szoktam mondani, hogy ez így volt, nehezen képzelik el, de ez a valóság. Az országút volt a tereped mindenféle Abszolút. Értelemben. Mi volt az erősséged? Igazából én egy aránylag gyors ember vagyok, olyan értelemben, ami a biciklit illeti, és azt fejlesztettem a gyorsaságomat, mert ugye mindig a sprintbe dőlnek el a helyezések. És láttam, hogy ha hiába vagyok ott a végén, ha nem vagyok elég gyors, ha nem tudok helyezkedni, ha nem tudok jó pozíciót elfoglalni, hogy az átlőhető távon belül ott mindig gyorsuljak, akkor sajnos vesztettem. Úgyhogy ezt gyakoroltam, a gyorsaságot. Akkor a kerékpársport nem volt Budapest központú. Voltak jó pesti műhelyek, de azért én azt gondolom, hogy ha megnézzük a sporták klasszisait, tehát így mindkettőt, tehát versenyeket és versenyzőket, akkor a vidékiek is nagy számban ott voltak az élvonalban. Mi lehetett ennek az oka? A vidéki gyereknek hasonló lehetett az indítatások, mint nekem. Én nekem rengeteg barátom van vidéki, kivel azonos időszakban versenyeztünk, nagyon-nagyon jók voltak, tudnék neveket is mondani, nagyon becsületesen küzdöttek, ferek voltunk egymáshoz nagyon, de ugyanakkor volt egy minimális csibészség bennünk, ami ahhoz kellett, hogy a fair vonalon belül oda tudjunk érni a győzelemhez, és a vidéki gyerekek azok
legelőször, ugye főleg most a kerékpár azért valahol egyéni sportág is, meg csapatsportág is, és ott ki tudtak bontakozni. Ott volt a bicikli, ott volt az országút, és lehetett menni. És a vidéken tényleg jó volt. Egyre magasabb grádicsokat másztatok meg. Én azt gondolom, hogy a csúcs mindenképpen az, ha valaki a nemzeti bajnokságon jól szerepel. Ugye itt van a székesfehérvári bravúr címmel, itt van egy kicsi cetli, ez megint csak mutatom a kamerának, vagy majd később. Ez egy hűvös, szeles időben került sorra Szolnokon, az országúti kerékpáros csapatbajnokság. Jászberényben sár volt, elmosódtak az útjelzések, olvasom. És ugye a győztes boros-boros nagy asztalos edző Tóth Laci bácsi, akiről már ejtettünk szót, 2:10, vagy 19 perc, óriási meccs lehetett, hiszen az Újpest összesen 9 másodperccel szorult mögétek. Ez óriási siker. De amikor arról beszélünk, hogy hogy alakul ki egy csapat, akkor azt hiszem, hogy most megkérdezhetem, hogy egy nagyon jó korosztály voltatok, hiszen négy remek, sőt több mint négy remek kerékpáros jött össze itt Fehérváron. Ez pontosan így van. Azt kell mondjam, hogy vidéken különösen nehéz volt összehozni négy hasonló képességű versenyzőt. Nekünk ez sikerült, de mi állandóan együtt voltunk. A Boros Attila, az Asztalos Sanyi és a Nagy Attila állandóan együtt voltunk, és ugye miután egy sportálásban voltam, már egy idő után az eredményeim kapcsán, akkor megkaptam ezt a lehetőséget, és én ilyen 150-170 kilométeres edzéseket csináltam, de ők 5 évvel fiatalabbak voltak nálam, és elém jöttek, és találkoztunk félúton vagy a háromnegyed részénél, és akkor együtt jöttünk be, és mindig csipkedtek, kóstolgattak, le akartak hagyni, én meg nem hagytam magamat. És ez így gerjesztette a folyamatot. Amikán beszéltünk az első kerékpáradról, amit édesapádtól kaptál. Utána nyilván jöttek a versenykerékpárok. Hogy fejlődött a technika, hiszen te megélted a folyamatos fejlődését? A technika fejlődése az igen, voltak előttünk járók nagyon, akik a spiccen voltak ebben, mind a Forma 1 ma, azok az olaszok voltak és a franciák. Az olasz kerékpárépítő bravúros mesterei voltak a kerékpárépítésnek, és nekünk akkor megadatott az, hogy a legmagasabb szinten megkaptuk ezeket. Úgy hívták a beszerzési kört, hogy kiutalásra adták oda, de a Campagnolo cégnek a rekord változatát kaptuk meg, amelyik a legmagasabb minőség. A vázak azok pedig Reynolds francia csőb, illetve angol csőbből voltak csinálva, és mesterek rakták itt is össze nálunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy igenis Magyarországon is voltak nagyon jó kerékpárépítők. Miként lehetett társakat találni? Ahhoz, tehát egy országúti csapatversenyben kevesen tudják, mindenki azt mondja, hogy mindenki megy valahogy. Nem, ez taktika, taktikai fegyelem, erősorrend, nagyon-nagyon sok minden kell hozzá, hogy egy csapatversenyben az igazi csapat indul, és csak egy igazi csapat nyerhet. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fiatal srácok, akiket az előbb említettem, ő bennük is nagyon nagy volt a becsvágy. Szerettük a győzelmet, jó volt a dobogó tetején állni, a sikert mindenki szereti, mi is nagyon szerettük, és annyira ismertük egymást, miután állandóan együtt mentünk, hogy tudtuk, hogy ki kire fog ráállni, kinek mennyit kell vezetni. 100 kilométer nagyon hosszú. És az erősebbek, aki jobban bírt, az többet vezetett, aki kevésbé, az kevesebbet ment, de a sebességnek nem szabadott leesni, tehát állandóan azon a szinten kellett maradni, és ha valaki esetleg egy picit is visszaesett a tempóba, akkor szóltunk hátra, hogy állj ki, és akkor állandóan forogtunk, cseréltünk, hogy lehessen haladni. A csapaton belül nyilván megvolt a hierarchia. Tehát, mert az is nagyon fontos. Hogyan lehetett lépcsőfokról lépcsőfokra haladni? Ugye beszéltünk itt az országúti csapatbajnoki győzelemről, ez nagyon-nagyon sokat jelentett Székesfehérvárnak,
Mennyi jutalom járt érte? Megbecsültek benneteket? Én azt mondom, hogy igen. Tehát igazából a jutalom az volt nekünk, hogy benn voltunk az újságban, és megszólítottak az utcán, meg a gyárban, amikor bejártunk, hogy gratulálunk. Ez mindennél többet ért. Nyilván egy folyamatos, és azt hiszem, hogy ez fizikailag nagyon sokat kivesz az emberből, a kerékpársport, előbb-utóbb elfárad a szervezet. Mikor gondoltad úgy, hogy itt az ideje abba hagyni? Hát ennek racionális oka volt, hogy abba hagytam, mert tudni lehet azt, meg hát én tudom azt, hogy a kerékpársport az 18 évtől indul egy versenyzőnél, és 38 évig is tarthat. Ugye az idei profi világbajnok éppen 38 éves volt egy brutális nehéz terepen, de idejakonál abba kellett hagyni, mert közben ugye jöttek a dolgok. Megházasodtam, aztán kellett építeni a kis családi fészkünket, aztán jöttek a gyerekek. Ezek voltak azok, hogy ha meg tudtunk volna élni a kerékpársportból, akkor ki tudja, meddig csináltam volna. De hogy még egy 10 évet, az biztos. Én egyetértek vele, és azt hiszem, hogy ez jó lett volna Székesfehérvárnak is. Beszéljünk most egy kicsit. Ja, egyébként még egy kérdés. Marad benned hiányérzet? Eredménylista szempontjából? Nem. Azért nem, mert kihoztam magammal a maximumot. És azzal eljutottam egy szintre, amit én úgy gondolom, most nehogy félreértse, de elég magas volt ahhoz képest, hogy mi magunk autodidakta módon mentünk előre, és csináltuk. Arról már nem is beszélve, hogy azokat a versenyeket nyertük, amikor kijött a formánk. A tudásunk még addig nem jutott el, hogy formát időzítsük. Az egy tudomány, hogy ott, akkor ott vagy. De amikor mentünk, és így épültünk felfelé, és jött a forma, jött, és ami beleesett abba a szériába, azt akkor kaszáltunk. Tehát boldog emberként hagytad abba. Abszolút. És hát legenda. Ugye, amikor elkezdték újra a Bringa Fiestát Kincsesbányán és környékén, én abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy szintén, ahogy kezdtem, most keretbe zárjuk a történetet, hogy Bauer Tibi kért meg engem, kollégám, hogy csináljunk ebből filmet, és én nagyon csodálkozva tapasztaltam meg, hogy milyen megbecsülés övesz benneteket, a régi nagyokat, a veteránokat. Ez jól esett nekem, és észrevettem, igen. Hiszen ott voltatok mindnyájan jószerivel abban a mezőnyben. És jó volt rátok nézni, egy kicsit megőszültetek, oké, rendben, de azért a két keréken ez nem nagyon látszott meg. Mi kell ahhoz, hogy Székesfehérváron, bár jó úton járnak, hiszen 99 óta működik a Szingó, tehát, és egyre jobb eredményeket szállítanak, hogy minimálisan olyan eredményeket érjenek el, mint annak idején ti. Én azt hiszem, hogy a te múltaddal, ha röviden is, de akkor tudsz erre választani? Hát nagyon röviden, csak annyit, hogy megváltoztak a körülmények. Ezt tudom, hogy kell venni, hogy az mai országot az nem az a régi. Rengeteg az autó, elég veszélyes a kerékpározás, még akkor is, ha kísérő van. És amit én látok, a világban, hogy hogyan ugranak ki országok a kerékpársport színpadára rengeteg győzelemmel, azt úgy hívják, hogy pálya, kerékpár, sport. Na most csak Angliát említem, Anglia 50 évvel ezelőtt sehol se volt, mert meg ott van a kerékpáros nagyhatalom, de ugye ott az történt, meg más fejlett országban is, hogy pályákat építhettek, ott megtanították a fiatalokat biztonsággal biciklizni, egész évben lehetett menni, és akkor onnan léptek ki aztán az országútra, meg a pályán is, ugye ott vannak a mai napig. Ez egy nagyon drága dolog, de ez lenne a legjobb, mert itt az országúti kerékpározásban ritkán van olyan, aki olyan üstökösként tűnik fel, mint a Péter Sagan.
de viszont rengeteg tehetséges fiatal van, akiben sokkal több van, mint amit ki tudnak hozni. Nos, hát úgy legyen, akkor mi üzenjük ketten így együtt, hogy hajrá fiatalok, várjuk a sikereket, és hát a sok munka előbb-utóbb meghozza az eredményét, és hát a tehetség pedig megvan, legalábbis bizakodó vagyok. Megvan. Mit kívánjak neked búcsúzóul? Hát... Mit kívánjunk? Igazából, ha lehet kívánni, akkor nagyon jó egészséget magamnak, és még sokáig tudjak örülni annak minden nap, hogy felkelek és eszembe jut, hogy merre fogok menni biciklizni, mert akkor én már boldog vagyok. Jó, tehát akkor ugye az idén nem találkoztunk, mert sajnos én nem voltam ott Kincsesbányán, de akkor jövőre találkozunk. Abszolút. Jövőre veled ugyanitt, illetve Kincsesbányán. Abszolút. Köszönöm. Én szeretek oda menni a fiatalok közé, mert én is fiatal maradok. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, egy fiatal, nagyszerű, legendás kerékpárossal beszélgettünk. Boros Pál volt a vendégünk. Azt hiszem, hogy érdemes utánozni, érdemes követni az ő példáját. Kerékpározni jó. Viszontlátásra.